Sokan érkeztek a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszára szerda délelőtt. Az intézmény nyílt napjára nem csak végzős diákok voltak kíváncsiak. A turizmus vendéglátás szak érdekel, mivel hogy ezzel szeretnék a későbbiekben is foglalkozni. Szeretnék dolgozni akár szállodában is, vagy éttermekben. Gazdálkodás és menedzsment szakra jöttem, ezt szeretnék tanulni, és a duális partnerekkel szeretnék megismerkedni, duális képzésre jöttem, és ezután szeretnék majd még utána tovább dolgozni, vagy tovább tanulni ugyanebben a témában. A rendezvényen Mészáros Attila alpolgármester elmondta, az elmúlt 5 évben sok fejlesztés valósult meg a felsőoktatás terén Székesfehérváron. Ebben olyan fontos partnerek voltak, mint az Óbudai Egyetem, a Kodolányi János Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem, amely a városban nyitotta meg első vidéki kampuszát 2016-ban. Azóta nagyon sok területen képez gazdasági szakembereket, amire a város iparának nagyon nagy szüksége van, hiszen nyilván alapvetően egy ipari városban mérnök és ilyen típusú dolgozókra van nagy szükség, de szerencsére a nagy multinacionális vállalatok jelentős részének, akár európai, akár világ pénzügyi központja is itt van a városban. Ezért fontos, hogy minél több pénzügyszámvitel, gazdálkodás, menedzsment szakos végzett hallgató legyen, aki ezekben a cégekben, munkahelyeken komoly munkát tud elvégezni. A nyílt napon résztvevők a BCS Székesfehérvári kampuszának elérhető szakjairól, képzéseiről tájékozódhattak. Alapképzési szakunk közül a legnépszerűbb, és egyébként a Corvinus Egyetemen is a gazdálkodás és menedzsment szak. Ezt azért tudom ajánlani, mert itt a Székesfehérvári kampuszon olyan specializációkat is tanulhatnak, amit a budapesti kampuszon nem. Van a pénzügy és számvitel szakunk. A pénzügy és számvitel alapszakunkról azt kell tudni, hogy nemzetközi cégek által elismert, tehát a szakma nemzetközi cégei mind-mind jegyzik ezt a szakot, és van a turizmus vendéglátás alapszakunk, ami viszont csak itt indul a Székesfehérvári kampuszon. Zsóka Ágnes rektor helyettes az egyetem terveiről, stratégiájáról beszélt a hallgatóságnak. Budapesti Corvinus Egyetem kifejezett stratégiája a következő időszakra vonatkozóan, hogy Közép-Európa gazdasági és társadalomtudományi elitjét képezze. Nemzetközi esedés zajlik erősen a Corvinus Egyetemen, és az egyetem már hagyományosan is Magyarország legjobb gazdasági és társadalomtudományi egyetemének számít, tehát ezt a hagyományt folytatva fejlődünk tovább. A nyílt napon az alapszakokkal és a duális partnerekkel is megismerkedhettek az érdeklődők egy expo keretében. Minden szeptemberben, illetve keresztfél évben olyan 10-20 duális hallgatót várunk, akik lényegében mint munkaerőpiacni utánpótlásként is ezért jelentkeznek nálunk. A leendő hallgatók az egyetem mesterszakjairól is ismereteket szerezhettek a nap során, ilyen a regionális környezetgazdaságtan mesterszak és a sportközgazdász mesterszak, amely az országban egyedül, csak Székesfehérváron képez szakembereket.